I duvan. Nézzük, miből élünk. Ne mindig minket vegyem, mert sosem tanulja meg. Nos, a delikvens szemmel láthatóan aktív nemi életet él. Pedig partnerével együtt sokat dohányzik. És ő keveset mozog. Érdekli a divat, van pénze, és vásárlókedve. De nem boldog. Ilyenkor ellenőrizhetnénk a csomagoláson feltüntetett dátumokat és a spermium minták azonosságát és a papír zsebkendőket, hogy tényleg könnyesek-e, csak hogy mi mindig a szemét állagával kezdjük. Ez egy 70-80%-ban nedves lelet, sok benne a szín, és inkább kisebb, szilárd objektumok vannak benne. A textúrák változatosak. A rengeteg elem tág asszociációkkal bír. És mit jelent ez? A nők szeretik az új, egyszer használatos dolgokat, ez lételemük. Egy és ugyanaz. Még egyszer és máshogy. A férfiak egészségre inkább hosszú távra rendezkednek be. Itt biztosra vehető, hogy a hulladékképző elsősorban egy nő, akit szemetelésében egy férfi is támogatott. Ez biztosan megállapítható. Igen. Meg. Érdemes megfigyelni az arányokat. 4/3-ba szoktunk csoportosítani. Nem kívánatos. Koszos, mocskos, fölösleges és elhasznált hulladékot ismerünk. Mindegyik árulkodik valamiről. Az emberek látszólag azért dobnak ki valamit, mert az a konvenció szerint szemét. Mi viszont nem ebből indulunk ki, hanem annak megértéséből, hogy valami miért nem kell valakinek. Ha a romlott tejet találunk, az bevásárlásra utalhat. Ha a használati utasítás, az szakértelemre, de vigyázni kell. Az ételmaradékok nem feltétlenül a kutya hiányát jelzik. Pro. Egy személyigazolvány. Na, fogd meg! Csak nehezíteni a munkánkat. Egyébként is mindig a papír hulladékkal van a legtöbb baj. Egy apróra gyűrt mozijegyet. Lehet az unalmas film, de a befogadásra alkalmatlan néző számlájára is írni. Szóval azon túl, hogy a szemét árulkodik,
annak környezetéről és életkörülményeiről, aki kidobta, vajon árulkodik-e magáról az illető személyiségéről, úgy értem érzelmeiről, gondolatairól, belső világáról? Hogy ne? Elsősorban bűneiről. Amit kidobok, arra nem akarok emlékezni. Márpedig amire nem akarok emlékezni, az mindig rám fog emlékeztetni. Ez azt jelenti, hogy akinek szemete van, az bűnös? Én inkább úgy fogalmaznék, hogy aki bűntelen, annak nincs szemete. Mondd meg, mi az, ami nem kell. És megmondom, ki vagy. Nézze csak! Ezt hívjuk úgy, hogy zsákból a macska. Valami, amiről a hulladékképző sem biztos, hogy tud. Esetleg szándékos megtévesztés, de általában intuitív emlékeltávolítás. Amivel azt szeretné, hogy valaki, bárki más emlékezzen.